Most csak egy meccs van egy héten, ez a legjobb, a legideálisabb, én ennek nagyon örülök. Többet tudunk edzeni, hiszen munka edzés nélkül nem fog működni. Csak a mérkőzés, abból nagyon rosszul jön ki mindenki, mert gyakorolni kell mindenkinek. És nyilvánvalóan most van idő a kondi edzéstől kezdve az egyéni képzésen át mindenfajta játékelem gyakorlására, úgyhogy még kihasználjuk a jövő hetet, mert utána beindul a Verkli, és meg se állunk egész májusig. A Brest a hazai bajnokságban játszik, tehát a felvételeket, azokat már be is szereztük, a legújabbakat, és azóta még amiket le fognak játszani, nem azóta, az elkövetkezendőkben gondoskodunk, de most a legközelebbi mérkőzésre koncentrálunk, az a Kisvárda, utána pedig a Siófok. Nagyon nagy hiba lenne, hogyha most a BL lenne szem előtt, mert akkor abban a pillanatban ez meglátszana a teljesítményünkön. A Kisvárda egy nagyon stabil középcsapat. Két új játékost igazoltak, egy orosz válogatottat és egy montenegrói válogatott játékost átlövő poszton, úgyhogy hazai pályán mint minden együttest komolyan fogjuk venni, egy nagyon komoly mérkőzésre számítók, és természetesen elsősorban saját magunkra koncentrálunk.